Kétféle segítséget kapnak a vállalkozások ebben a nehéz inflációs helyzetben a kormánytól, hogy olcsóbb hitelekhez juthassanak, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Az egyik a kamatsapka, amely maximalizálja a hitelért fizetett árat, a másik pedig a Széchenyi kártya, amely hosszú távon nyújt pénzforrást a fejlesztésekhez, működéshez. A Széchenyi kártya rendszer az következő évben is folytatódik, megjelent a közlönyben, most már 2032-ig a Széchenyi kártyával kapcsolatos finanszírozás, tehát jó hosszú távra előre tudunk tekinteni, és ugye egy 5%-os kamatrátával lehet majd Széchenyi kártya konstrukciókat fölvenni. Az idei konstrukciók viszont november végén lejárnak, ezek a Széchenyi kártya maxok, tehát óriási a roham, most már úgy vagyunk, folyamatosan állítjuk be az új és új kollégákat, hogy a Széchenyi kártya ügyfeleket ki tudjuk szolgálni. Ezért a kamara arra kéri a vállalkozásokat, ha részt akarnak venni a hitelprogramban, akkor most kérjenek időpontot a következő 1-2 hétben. Rabszabolcs elmondta még, hogy a kis és középvállalkozások energiaköltségeinek fizetésére még megoldást kell találni, például a Széchenyi kártya programban, hiszen az érkező hideg idő a termelést is befolyásolja majd. Nem lehet hűtőházban mondjuk feldolgozóipari tevékenységet végezni, akkor fogja mindenki érezni, hogy egyre több gázszámlát, áramszámlát, mi egyebet fizetünk, úgyhogy szerintem a kormánynak egy sürgető feladata, hogy ezt a KKV-kört, illetve a rezsivel, energiával kapcsolatos problémáit elkezdje végig gondolni, és egy nagyon gyors megoldást találjon. A Széchenyi kártya programban egyébként Baranya jól szerepel. Az ország 5 megyéje között van a kihelyezett hitelösszeget nézve. Baranyában 35 milliárd forintot kaptak a vállalkozások a programon keresztül.